székely főnök ellenségi nyilatkozata. Amidő az emberi események sodrában szükségessé válik nép számára, hogy feloldja azokat a kötelékeket, amelyek egy másik néphez fűzték, és elfoglalja a földkerekség hatalmai között természet törvényei és Isten által részére kijelölt különálló és egyenrangú helyet, akkor az emberiség ítélete iránt érzett illő tisztelet megkívánja, hogy kinyilatkoztassa azokat az okokat, amelyek a különválásra késztették. Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember egyenlőként teremtetett, az ember teremtője olyan elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel, amelyekről le nem mondhat, és ezek közé a jogok közé tartozik a jog az élethez és a szabadsághoz, valamint a jog a boldogságra való törekvésre. Ugyanakkor elismerjük az ezen jogok érvényre juttatására hozott összes jelenlegi nemzetközi jogi normát. Tudjuk, hogy ezeknek a jogoknak a biztosítására az emberek kormányzatokat létesítenek, amelyeknek törvényes hatalma a kormányzatok beleegyezésén nyugszik. Ha azonban bármikor, bármely kormányforma alkalmatlanná válik egy célok megvalósítására, a nép joga, hogy az ilyen kormányzatot megváltoztassa, vagy eltörője, és új kormányzatot létesítsen, olyan elvekre alapítva, és hatalmát olyan módon szervezve, amely jobban védi biztonságát, jobban elisegíti boldogulását. A józanész azt kívánja, hogy a jól bevált kormányzatot ne változtassuk meg jelentéktelen és múló nehézségek miatt. És valóban a tapasztalat azt mutatja, hogy az emberiség inkább szenved mindaddig, amíg a rossz nem válik elviselhetetlenné, nincsen, hogy kivívja jogait, és eltörülje a megszokott formákat. Ha azonban a visszaélések és vitorlások hosszú sora mindig ugyanazt a célt szem előtt tartva az bizonyítja, hogy a népet teljes zsarnokságba kívánják hajtani, esetleg teljesen és visszavonhatatlan megsemmisíteni, mint kulturális, területi, nyelvi egységet, a nép joga és a nép kötelessége, hogy az ilyen idegen kormányzat igáját levesse, és jövője biztonsága érdekében új védelmezőkről gondoskodjon. Ilyenek voltak Székelyföld népének türelemmel elviselt szenvedései a román megszállás alatt, és ilyen immár a szükségesség, amely arra kényszeríti őt, hogy megváltoztassa előbbeni kormányzati rendszerét összhangban a gazdasági, politikai, kulturális jogok, nemzetközi egyességokban egyes cikk, egyes pontján. Románia Székelyföld feletti uralmának a története nem egyéb, mint ismételt jogtalanságok és bitorlások sorozata, amelynek határozott célja a teljes zsarnokság érvényesítése népünk felett. Sőt, húzás nélkül állíthatjuk, hogy a mindenkori elnyomó román kormányzat a székely nép teljes megsemmisítését tűzte ki célul. Mindezeknek bizonyítására a Székelyföld fehér könyvében már előterjesztett, már felolvasott jogtalanságokat terjesztjük a pártatlan világ elé. Székelyföld fehér könyve a csatolmányban megtalálható jelen irathoz, csatolunk. Mi, a székelyek, számos alkalommal felhívtuk a román ajkú lakosság figyelmét, minden ember vele született igazságérzetére hivatkozva, hogy szüntessék be a jogtalanságokat, sajnos ezen próbálkozásaink süket fülekre találtak a román etnikum körébe. Így tehát bele kell nyugodnunk a szükségszerűségbe, amely elkerülhetetlené teszi szétválásunkat, és őket, miként az emberiség többi részét háborúban ellenségnek, békében barátnak tekintjük. Mi tehát, Székelyföld képviselők, általános nemzetgyűlésbe összegyűlve, a világ legfelsőbb irájának, Istennek ajánlva szándékaink tisztasága, Székelyföld becsületes népe nevében és felhatalmazása alapján, valamint a nemzetközi jogban, gazdasági, politikai és kulturális jogok nemzetközi egyességükben, egyes pont, egyértelműen leszögezett népek önrendelkezési jogával összhangban, az ENSZ alapokmányával összhangban kinyilvánítjuk és kihirdetjük. Székelyföld immár természeténél és jogánál fogva szabad és független állam. Hogy lakói Románia iránti állampolgári kötelességük való felszabadult. Hogy minden politikai kötelék, amely Székelyföldet Romániához fűzte, megszakad, illetőleg teljessége meg kell szakadnia. Hogy mint szabad és független állam, teljes hatalmunkban háborút viselni, békét kötni, szövetségre lépni, kereskedni, és mindazt tenni, hogy a más független államokat. Az isteni gondviselés védelmébe vetett szilárd hitre mindnyájan kölcsönösen felajánlott nyilvánvalóan támogatásának életünket, vagyunkat, szembecsületünket. Tudatában vagyunk ugyanakkor, Románia
ellenállás csak addig a pontig alkalmazzák, ameddig saját belátásuk szerint súlyosabb szankció nélkül meg lehet azt valósítani. Jelen dokumentum és jogi aktusra, jogi fórumokon lehet és illő is székely embereknek hivatkozni, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy amíg a nemzetközi közösség is el nem ismeri Székelyföld államok, mint szabad, szuverén és független államok, a nemzetközi közösség teljes jogú tagjának, addig ez a dokumentum csak részlegesen elfogadható.